Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. December 5-e van Vilma névnapja, advent második vasárnapja. 59 éve az Egyesült Államok és a Szovjetunió a világűr békés hasznosításáról szóló egyezményt írt alá. Wolfgang Amadeus Mozart, osztrák komponista, zongorista, orgonista, karmester pedig 230 éve halt meg. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Advent második vasárnapja van, a második gyertya a reményt szimbolizálja. Idén is futottak a mikolások Palicson, a szakadó eső sem tántorította el őket. A régió több országában is kimutatták a koronavírus omikron változatát. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzést tartanak Szerbiában. A második gyertyaiség már az adventi koszorún, amely a remény szimbolizálja. Az egyre növekvő gyertyák száma azt a növekvő fényt jelképezi, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor. A szabadkai református gyülekezetben advent második vasárnapjának Isten tiszteletén erre, az örökkön növekvő fényre emlékeztették a híveket. Nagy Zita fiaival érkezett az Isten tiszteletre. Őt advent ünnepe a család fontosságára emlékezteti. Ilyenkor kicsit megnyugszunk, kicsit koncentrálunk a családra, többet próbálunk együtt lenni, próbálunk a közösségbe többet együtt lenni. Számunkra az advent a készülődés a karácsonyra. Az ünnepi istentisztelet segíti a híveket abban, hogy felkészítsék lelküket a közelgő ünnepre. Az adventi ünnep a felkészülés a nagy ünnepre, a karácsonyra, és ez az ünnep minden keresztény embernek a lelkére hat, és lelkileg és szellemileg is fel kell készülni arra a nagy ünnepre. A református tanítások úgy tartják, advent ünnepe a mindenkori készenlétre emlékeztet. Arra, hogy a hit egy örökké égő mécses legyen, amely hisz Krisztus második eljövetelében. Mondta Harangozó László, református lelkipásztor. Nálunk is szokás, hogy gyertyát gyújtunk, most a második gyertyát gyújtjuk meg, és ennek igen üzenete van, hogy világítani kell. A tízszűzről szóló példázat, a Máté Evangélium 25. részében van Jézusnak ez a tanítása, hogy folyamatosan világítanunk kell. A szabadkai református gyülekezetben ezen a napon zajlik a presbiter, azaz a gyülekezet elöljáróinak kiválasztása is. A lelkipásztor hozzátette, azért is imádkoztak a mai napon, hogy Isten segítségével olyan vezetőket válasszanak, akik a világító mécsest sokáig égve tudják tartani. Idén is futottak a mikolások Palicson, a lelkes sportolókat a szakadó eső sem tántorított el. A tópart mellett több százan teljesítették a másfél kilométeres távot. A legtöbben futva, mások pedig biztos, ami biztos alapon lassú léptekben vágtak neki a palicsi mikulás futásnak. Az 1500 méteres távot leggyorsabban ezúttal is a gyerekek teljesítették. Nagyon jó volt, és elégedett vagyok, a szüleimmel jöttem, és hát könnyebb már esőbe futni, mert már futottam többször is. Nem nagyon szoktam esőbe futni, anyukámmal jöttem, és nagyon-nagyon tetszett a futás. Nagyon jó volt, esett az eső, és kaptam egy élmet. A futamot azonban nem csak a kicsik, hanem a tapasztaltabb futók is teljesítették a szakadó esőben. Grubanov Martinek Emilia Szabadkáról érkezett. Szakadó esőbe végigfutni a távot nem volt egyszerű, de teljesítettük az 1500 méteres távolságot, és jó a szervezés, jó a hangulat, forró a tea, zsíros a kenyér, úgyhogy nagyon jól érezzük magunkat. Vörös Ramóna kislányával érkezett a mikulás futásra. Mi már évek óta járunk ide, minden évben jövünk, és az első, hát megmondom őszintén, kételkedtem benne, hogy a gyerekkel eljutunk. A kisfiam nem is jött velünk, mert azt mondta, hogy ő fázik, de úgy döntöttem, hogy a kislány kedvéért mindenképpen eljövünk, és örülök, hogy ilyen sokan voltunk ennek ellenére. Nagyon szép rendezvény. A mikulás futás legfiatalabb résztvevője egy 3 hónapos kisbaba volt, aki szüleivel teljesítette a távot, a legidősebb futó pedig a 71 éves Deák Gizella volt. Úgy edzek, hogy minden nap otthon kerékpározok, szobabiciklivel,
és azt ajánlom mindenkinek, ezt próbálja ki, ha nem egy kis séta, mert azelőtt nálam az volt. Minden évben részt veszünk az elejétől kedve ezen a Mikulás futáson, maratonon is részt fogtunk venni, úgyhogy tessék kipróbálni, nagyon helyes az az élet, amit mi csinálunk. A Mikulások 22. alkalommal futottak a Palicsi tó partján. Nagyon boldog vagyok, hogy senkit nem tántorított el ez az esős idő, akik eleve ki akartak jönni, mert látjuk, hogy nagyon sok pici gyerekkel, idősebbek, fiatalok, mindenki mosolyog, mindenki nevet, kicsit megásztak, de hát ez nem árt senkinek. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sokan összejöttek. A Mikulás futás résztvevőit forró tea és zsíros kenyér várta a célbaérést követően. A régió több országában, Romániában, Montenegróban és Horvátországban is kimutatták a koronavírus Omikron változatát. Eddig olyan személyeknél regisztrálták a vírust, akik Dél-Afrikából tértek haza Romániába. Két Dél-Afrikából visszatért betegnél mutatták ki ezt a variánst. Montenegróban az új vírustörzset egy családnál azonosították, amelynek egyik tagja közelmúltban tért vissza a Dél-Afrikai Köztársaságból. Az orvosi jelentés szerint a vírus hordozó montenegrói állampolgár nem volt beoltva a koronavírus ellen. Szigorúbb intézkedések várják azokat, akik a belgrádi Nikola Tesla reptéren szállnak le és a dél-afrikai földrészről érkeznek. Azokat az utasokat érinti a szigorítás, akik abból a 7 dél-afrikai államból utaznak, ahol elterjedt az új koronavírus variáns, az Omikron. Az utasok számára 14 napos karantént rendelnek, és 24 órán belül tesztelniük kell magukat, amit a reptéren is megtehetnek. Csökken az egy nap alatt nyilvántartásba vett koronavírus fertőzöttek száma Szerbiában. A legfrissebb adatok szerint a csaknem 9000 tesztből 1244 lett pozitív. 41-en pedig meghaltak a vírus szövődményeiben. Kórházban jelenleg 3511 beteget kezelnek, közülük 165-en szorulnak lélegeztetőgépre. A kisajátítási törvény módosítása csütörtökön kerülhet a szerb kormány elé, mondta Siniša Mali. A szerb pénzügyminiszter hangsúlyozta, a törvény összhangban van az alkotmánnyal, és nincs köze a Rio Tinto vállalathoz. A szerb államfő egyébként tegnap bejelentette, hogy hétfőn áll elő a megoldási javaslattal a kisajátítási törvény kapcsán. A 10-es közlekedési folyosó lezárása Szerbia hitelességére mért csapás volt, jelentette ki Tomislav Movirović a szombati útlezárásokkal kapcsolatban. A szerb közlekedési miniszter a belgrádi kerülőút építkezési munkálatainak megtekintésekor nyilatkozott a sajtónak. Elmondta, a jövő év végére készülhet el az említett út. Movirović hangsúlyozta, az Európából a Közel-Kelet felé vonuló forgalom ezen az útvonalon halad át. Szerbiának pedig tartania kell magát a nemzetközi kötelezettségeihez. Protesti su demokratska tekovina i ljudi imaju pravo da protestuju. Politički život mora da funkcioniše. Ali blokirati koridor 10 je zaista izvestan skandal. To nikada do sada se nije dešavalo. To se nije desilo ni za vreme sankcija, to se nije desilo ni za vreme bombardovanja, to se nije desilo ni 5. oktobra. To je udarac na kredibilitet države. A szerbiai tüntetéseknek semmi közük sincs a környezetvédelemhez, mivel ezek politikai tüntetések, véli Ana Brnabić. A szerb kormányfő hangsúlyozta, hogy a demonstráción többek között azok az ellenzéki politikusok is részt vettek, akik semmit sem tettek a környezetvédelemért akkor, amikor hatalmon voltak. A tüntetések szervezőinek követeléseit alkotmányellenesnek nevezte Ana Brnabić. Dakle, njih zaštita životne sredine zanima koliko boja zelenih dolara. Eto, toliko. Nikakav interes nemaju, nikakvo znanje nemaju, uopšte ih ne zanima. I nisu oni tamo da bi protestovali oko životne sredine. Nego da bi protestovali protiv Aleksandra Vučića.
Január 1-től 300 ezer dináros egyszeri támogatást kapnak a párok első gyermekük születése után, jelentette be Széni Semáli. A szerb pénzügyminiszter kiemelte, erre mindenképpen van pénze az államnak, mert ez a legfontosabb dolog, amelyre most pénzt kell szánni. Most utakat és autópályákat építünk, de ezek nem érnek majd semmit, ha nem lesz, aki használja őket, magyarázta Máli. Hozzátette, a lendő szülők a helyi önkormányzatoktól is számíthatnak pénzsegélyre. A politikus emlékeztetett, hogy december 7-én kezdik el utalni a 20 eurós támogatást a polgároknak. Először a nyugdíjasok számlájára érkezik meg a pénz, majd a többi felnőtt lakos is megkapja az összeget december 8-án és 9-én. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzést tartanak Szerbiában. Hétfőtől vasárnapig főként azokra a járművezetőkre fókuszálnak, akik alkohol és pszichoaktív szerek hatása alatt ülnek volán mögé. Szerbiában egyébként minden ötödik halálos áldozatot követelő balesetben a sofőr alkohol befolyása alatt állt. Éveleje óta a közlekedési rendőrök mintegy 45 ezer járművezetőt zártak ki a forgalomból ittas vezetés, és 1400 sofőrt kábít. Használat miatt. Hétfőtől számos vajdasági településen lehet vért adni, értesít a tartományi transzfúziós intézet. Hétfőn egyebek mellett Nagykikindán várják a véradókat a Vöröskereszt épületében a délelőtti órákban, de megszervezik az önkéntes véradást Verbászon és Ingyián is. Újvidéken több helyszínen lehet vért adni a jövő héten, emellett Zomborban, Szent Tamáson és Nagybecskereken is. A véradási akció részleteit a budidavalack.com oldalon találják. 70 éves a maradéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület. Az ünnepségen a helyi és környékbeli művelődési egyesületek tagjai, valamint az ottani általános iskola tanulói léptek fel. A maradéki néptánc csoportot Ali István bács feketehegyi néptáncoktató készítette fel. Két fiú van és négy lány, azokkal nem lehetett volna egy olyan koreográfiát összeállítani, hogy egy gyöngyös bokrétán fellépje. Így egy kicsit huncutkodtam, összeszedtem a kórust, a tamburásokat, idősek a vacsora, a fiatalok jöttek, a kántálók, ide-oda egy kis tánc, ének, és meglett egy nagyon szép koreográfiát, össze tudtam így állítani velük. Maradék a szórványok szórványa, a 2000 lakosból körülbelül 500-an vallják magukat magyarnak. Samo to što traje to kulturno-umetničko društvo 70 godina pokazuje svoj značaj i svoju tradiciju. Tako da veliki značaj samo kulturno-umetničkog društva. A 70 év alatt az egyesületnek rengeteg fellépése volt, egyetlen egy meghívást sem utasítottak vissza, mondta Berta Géza, az egyesület elnöke. Összetartók vagyunk, úgyhogy egymást megértsük, engedelmesek és aktívok vagyunk. A szórvány, vagyis a végvárak nélkül nem létezik a későbbiekben a tömb sem, hangsúlyozta Sárközi István, a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottságának elnöke, aki visszatérő vendége a maradéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület programjainak. Minden adandó alkalommal segíteni kell ezt a magyar közösséget úgy erkölcsileg, mint anyagilag. Ezt teszi a Magyar Nemzeti Tanács, ezt teszik az önkormányzatok, ezt teszi a tartományi oktatási és a kulturális titkárság és Magyarország kormányának számos szerve. Az elmúlt években megerősödött az egyesület táncsoportja és a tamburások is, valamint folyamatosan bővül a vegyes kórus. Ez némi reményre ad okot. Azt érezhetjük itt maradékon ma este, hogy nincs miért aggódni, hanem nagyon kemény munkával és nagyon komoly összetartozással és összedolgozással tovább tudjuk folytatni azt az építkezést, amit azt gondolom, hogy a maradékiaktól közel 70 éve már eltanulhatott mindenki. A fellépés után meg is vendégelték a jelenlévőket.
Ma van a 2004-es kettős állampolgárságról szóló érvénytelen magyarországi népszavazás 17. évfordulója. A 2004. december 5-i népszavazás végkifejlete sok délvidéki magyart elkeserített. 2010 óta ugyanakkor a teljes nemzetpolitikai irányváltásnak köszönhetően pozitív értelemben változott a határon túli közösségekhez való anyaországi hozzáállás. Pedagógusként elkeserítő emlék a 2004. december 5-i népszavazás a hajdújárási Szalai Eszter számára. Borzasztó érzés volt, mesélte a ma már nyugdíjas tanító. Az anyaország, hogy nem ismerte el bennünket, pedig mi is ugyanolyan magyarok vagyunk, mint ők. És én nagyon-nagyon emlékszem arra, hogy Hódmezővásárhelyről az akkori polgármester fölkínálta nekünk pedagógusoknak, hogy ilyen tiszteletbeli állampolgárságot kapunk, és még oklevelet is kaptunk vele. Brezovszky Roland néptáncoktató a 2004-es népszavazást megelőző napon találkozott magyarországi barátaival, akik azt mondták, ne vegye a szívére, de valószínűleg úgy is megbukik a külhoni magyarok kettős állampolgárságának kérdése. Természetesen nem úgy éltük meg ezt, hogy az anyanemzet lemond rólunk, de nagyon-nagyon rossz érzéssel töltötte bennünket, hiszen abban az országban, ahol mi élünk itt Szerbiában, ezt föl nem tudják fogni, hogy lehet, hogy az anyanemzet így gondolkodik, vagy legalábbis befolyásolni tudta azokat a polgárokat, akik egy kicsit másképp gondolkodnak. Én ezt mindig azt teszem szemem elé, hogy akit a Jóisten nem áldott meg azzal, hogy nemzetben gondolkodó lelke legyen, akkor ezt nem fogja megérteni sohasem. 2010-ben a hatalomra kerülő Fidesz-KDNP pártszövetség célja az volt, hogy enyhítse a 2004-es eredménytelen népszavazás okozta sebeket, így az akkor megalakult Magyar Országgyűlés legelső intézkedései között elsöprő többséggel szavazta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt, amely lehetővé tette, hogy a külhoni magyarság közjogi értelemben is a nemzet részévé váljon. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Borongós, esős időjárással indul a következő hét. Ismét indul a Dakar Rally-n Szagmajszter Gábor. Folytatódott a fásítási akció Topolya községben. A Topolyai Tó Környezetvédő és Sporthorgász Egyesület önkéntesei az önkormányzat által biztosított eszközökből 400 fűzfacsemetét, valamint több mint 100 nyárfacsemetét öltettek el a tó keleti és nyugati partszakaszán. Emellett a Topolya és Cserepes közötti útszakaszon mintegy 2,3 kilométeres részen fásítottak a Zelenos-Vonce Környezetvédő Egyesület aktivistái és más önkéntesek. Az adventi készülődés jegyében tartottak kézműves találkozót Törökfaluban. Az eseményen az ajándék és díszkészítés mellett zsíros kenyérrel és házi pálinkával várták a résztvevőket. A törökfalusi Százszor Szép Művelődési Egyesület tagjai harmadik alkalommal szervezték meg a hagyományápoló rendezvényt, amelyhez két éves szervezőként csatlakozott a helyi Árvácska hagyományápoló civil szervezet kézi munkacsoportja is. Vagyunk 20 tag, de ebből fele kézi munkás, a többi besegít, amiben tud mindenbe. Hát azok havonta egyszer van egy kézi munkás Rózsa nénink, aki ennek a gerince, csak most nem bír itt lenni. Én csak utána vagyok, amennyit ő tud, ő tudja az utat, ő taposta ki, és akkor ő nála szoktak összejönni. Míg a felnőttek hímeztek, addig a fiatalok kipróbálhatták a nemezelés és a göröncsérkedés fortéjait. Most először próbálod ki a göröncsérkedést, vagy már volt szerencséd? Már egyszer kipróbáltam egy kavilósi táborban. És mi az, ami igazából tetszik benne? Mi az, amit most készíteni fogsz? Hát egy a testvéremnek egy poharat, hogy majd abból így ilyen kását is lehet csinálni, teát inni. Amint egy 60 tagot számláló Százszor Szép Művelődési Egyesület rendezvényeivel folyamatosan nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hagyományos értékeiket a fiatalabb generációnak is továbbadják. Fontos, mert a közösséget összetartja, egy kicsit
a meghittséget belopja mindenkinek a készülődés maga a szívekbe, és nagyon jó ez, hogy a felnőttek és a gyerekek együtt tanulhatnak a felnőttektől, és ez az egymásra való odafigyelés és megbecsülés, ami a lényeg ennek az egész rendezvénynek. Az ebéddel záródó rendezvényre Topolyáról, Szent Tamásról, Hódegyházáról, Völgypartról és Bogarasról is érkeztek vendégek. Idén első alkalommal díszíti adventi Koszorú adaközpontját. Koszó Krisztina és családja kezdeményezésére a lakosság önkéntes anyagi támogatásával Nagypál Noémi és csapata keze munkájának köszönhetően ünnepelheti hétről hétre így együtt is a község lakossága az adventi gyertyagyújtást. Az elcsendesedés időszakának második vasárnapját a város apraja és nagyja közös énekkel, Szundyi Károly adai plébános pedig ünnepi beszédével tette varázslatosabbá. Különösképpen fontosnak tartom az összetartozást, a családon belüli békességet, harmóniát, jóindulatot. És ez az adventi időszak különösképpen is alkalmas erre az időszakra, hogy kicsit önmagunkba forduljunk. Vigyázzunk egymásra, és várakozzunk. Születést fogunk ünnepelni, ezért az advent időszakban készülünk, várakozunk az Úr Jézus születését ünnepelni, de ugyanakkor alkalom ez arra, hogy karácsonykor Jézus születésével együtt a mi családjaink is, az emberek is újjászülessenek örömben, békességben. A Nő régen és most címmel nyílt kiállítás a több mint 40 éve működő jelenleg 15 főt számláló adai első helyi közösség hagyományápoló csoportjának munkáiból. A kézműves és kézimunkatárlat nagyanyáink hagyatékából való munkákból, valamint új kézimunkákból álló gyűjtemény, amely a hagyományok felelevenítésére kívánja felhívni a figyelmet. A kiállítás a Magyar Nemzeti Tanács és az Adai Önkormányzat támogatása köszönhetően valósulhatott meg. Ezeket a mintákat, amik itt láthatóak, azt szeretnénk újra földolgozni más modern kézimunkákon is, és azért lett ugye a név ez, hogy régen és most, mert valamikor az asszonyok lepedőkre, terítőkre, párnahajakra, tehát inkább lakástextíliát készítettek ezekből a mintákból. A viseletük az egészen más volt, azt ma mi már nem használjuk. De hasonló stílusban újra dolgozott viseletek is láthatóak itt. Látható itt egy vajdasági mintával, fehér hímzéssel készült menyasszonyi ruha modern földolgozásban. A Tara Nemzeti Park az egyik olyan természeti kincs a Balkánon, amelyet feltétlenül fel kell keresni. Ezt írja a szerbiai hegyvidéki idegenforgalmi helyről a Forbes. A neves amerikai magazin balkáni top 5-ös listájára is felkerült, és ezekkel a szavakkal jellemzik. Belgrádból indulva körülbelül 4 óra. Autózást követően érhetünk oda a délnyugatra fekvő érintetlen természeti oázishoz, a Tara Nemzeti Parkhoz. Különleges természeti szépség, amely gazdag növény és állatvilággal, valamint a neves történelmi helyszínekkel rendelkezik, írják az amerikai magazinban. És most az időjárásról. Borongós, esős időjárással indul a következő hét. Hétfőn hidegfront érkezik térségünkbe esővel és széllel. Napközben a hőmérséklet 4-5 fok körül alakul. Kedden némileg felszakadozik a felhőzet, hajnalban azonban helyenként fagyhat, napközben pedig 1-3 fokot mérhetünk. Csapadékmentes időre az előrejelzések szerint szerdától számíthatunk. Ismét indul a Dakar Rallyn Szagmajster Gábor. A szabadkai motoros az előző évekhez hasonlóan most is a legnehezebb, vagyis a szerelő nélküli kategóriában indul majd. A 2022-es Dakar Rally január 2-án rajtol a szaúd-arábiai Jeddából. Nagyon érdekes téma ez a Dakar az életemben, ez az életem erről szól. 50 évesen is megtalálja a motivációt Szagmajster Gábor ahhoz, hogy részt vegyen a világ legnehezebb rally versenyén. A szabadkai motoros legfontosabb célja, hogy január 14-én sikeresen teljesítse az utolsó szakaszt, ami korábban már 10-szer is sikerült neki.
legfontosabb dolog az, hogy ezzel a 3 éves járgányommal, a 450-es Dakar motorommal valahogy célba érjek, mert nagyon nehéz abszolút célba érni. Tavaly is több mint fele versenyző kiesett, úgyhogy remélem, hogy lesz annyi energiám még mindig így 50 évesen, hogy végig tudjam csinálni. Szagmeister Gábor az előző 2 évben is ezzel a KTM-mel versenyzett a szaudarábiai sivatagban, és ezúttal is saját maga szereli majd a motorját. A legerősebb kategóriát választottam most is, a szerelő nélküli kategóriát, az a Dakaroknak a Dakarja, ott nincs a motor előkészítéstől kezdve, amikor minden nap célba érek, saját magam szerelek, saját magam csinálok mindent, saját magam állítom fel a sátramat, gumicsere, az összes olajcsere, az összes légszűrőcsere, minden, ami a motorral kapcsolatos, az abszolút csak kizárólag egyedül végzem. A 2022-es Dakar Rallyt január 2-a és 14-e között rendezik Szaúd-Arábiában. Eddig tartott hírműsorunk, halljuk, melyek voltak a nap kiemelt hírei címszavakban. Advent második vasárnapja van, a második gyertya a reményt szimbolizálja. Idén is futottak a mikolások Palicson, a szakadó eső sem tántorította el őket. A régió több országában is kimutatták a koronavírus omikron változatát. Holnaptól fokozott közúti ellenőrzést tartanak Szerbiában. Köszönjük a figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Szép estét kívánunk, a viszontlátásra!